Akkor a következőben 40 labda fog kikerülni, azaz ilyen, hát ilyen mosolygó, dühöngő tojások. Tehát ezek is pattognak. De előtte van egy produkció, amihez le kell üljön a közönség. Egy nagy tapsot kérek a két szemtelen hölgynek, akik, figyelj, így nézem, én nagyon szemtelen szoktam lenni. És kapnak kettő szemet, mert ha már szemet esznek, akkor nem lehetnek utána otthon szemtelenek. Bizonyám! És finoman, nehogy lenyeljétek egybe, szépen rágnek, finom, nagyon finom málna a belseje, úgyhogy én imádom. Mennyit kell kiszornom? 40-et. Na figyelj, ezt így felküldöm, aztán aki kapja, marja. Van egy ilyen bátor jelentkező felnőtt? Gyere fel, kérlek, anya, és még egy felnőttet szeretnék felhívni. Kíváncsiak vagyunk, hogy a gyerekek pattognak jobban, vagy a felnőttek. Verseny következik az ifjak között és az anyukák között egy retro pattogó versenybe. Közönség, ugyanaz az. Felkészülni, vigyázz készen. Hadd hallom! Hát akkor pattogjatok gyorsan, az anyukák nagyon tempósan. Nagyon jó az anyukák, eddig úgy néz ki, hogy kettő hiba pont le is teheted. Az úriember nagyon jól nyomatja. Elbuktak a fiatalok, az anyukáknak kérek egy hatalmas nagy tapsot. Köszönöm szépen, kedves hölgyeim. Hány labdát kell nekem kiszórni? 50. Komoly. Itt most 50 labdát? Egyszer, és megy ki a másik. Figyelem, figyelem, feldobom őket. Össze-vissza pattognak a labdák. Oda is, meg még ide, előre is. Következőleg pedig 100 labdát fogom kiszórni, jó? A 100-ból már jut mindenkinek. És társadalmi az, aki gyerekkel táncol. Jutalmazzuk őket. Hogy vigyázz a gyerekre, hogy eltaláljuk. Gyerekkel táncol, valami hátul is. Készen álltok! Hatalmas a sikító! Hát ebből remélem mindenki kapott. És akkor elmondom, ja, hogy itt még van labda. Azt hittem, mert ez elfogyott. Hát még ebben bőven van. És akkor ezeket is kiszóltam. Olé! Olé! Utolsó! Labda! Jó messzire! Ó, kapufa! Kapufa! És akkor a bőn elmondta a pódiumot!